Jó estét kívánok! Kezdődik az Esti Közelkép, ahol most is aktuális helyi témákról beszélgetünk. Debrecenben tartotta tisztújító kongresszusát november közepén a Fidelitas. Az esemény után a szervezet záró nyilatkozatot fogadott el, amelyben ismét megerősítették a Fidesz és a Fidelitas 3 évtizede tartó egységét. A kongresszuson 8 tagú elnökséget választottak, amelyet Mohácsi István vezet. Az ő munkáját segíti alelnökként Barca Dániel, debreceni önkormányzati képviselő, akivel feladatairól, terveiről beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban Barca Dánielt, a Fidelitas országos alelnökét. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy vállalta ezt az interjút. Jó estét kívánok, és üdvözlöm a nézőket. Alelnök úr, hogyan került ön kapcsolatba egyáltalán a közélettel? Hova datálja ezt a fajta érdeklődését, ami aztán végül a Fidelitashoz vezette önt? Nem is olyan túl régen. Nem, tehát úgymondva nem vagyok egy rendhagyó személyisége tekintetben, mivel én 2020-ban csatlakoztam a Fidelitashoz, és azért, ha megnézzük mindazt, hogy a jelenlévő országos alelnökök is, vagy az elnökök is, már akár közel 10 éves múltra tekinthetőek vissza a szervezetben, így én nem mondanám azt, hogy úgymondva óriási nagy tapasztalattal rendelkezek, vagy legalábbis évekkel is utinnal. Tehát... Ez egy villámkarrier, akkor ezt azt hiszem, hogy nyugodtan használhatjuk erre a pályafutásra. Mondhatjuk igen. Tehát mondhatjuk igen, mert azért 4 év alatt sikerült ezt úgymondva elérnem, tovább azt is láthatjuk, hogy én 2022 óta vagyok a debreceni csoportnak az elnöke, tehát nem vagyok úgymondva anélkül. Nagyon új az életben, mert tehát mozogtam közöttük, mentünk országos rendezvényekre, tehát voltunk helyben és nagyon sok programot szerveztünk. Ez már csak a korona volt, úgymondva, hogy Debrecenben sikerült megtartanunk a tisztújító kongresszust. Hogyan fordult egyáltalán, milyen indítatás alapján vállalta ezt az értékközösséget, illetve hozta meg azt a döntést, hogy belép 4 évvel ezelőtt a Fidelitasba? Én ehhez a közösséghez való tartozás céljaként tekintettem erre, tehát nem feltétlenül voltak nekem olyan ambícióim, hogy én helyi politikus vagy esetlegesen országos szeretnék lenni. Tehát ezt is szoktuk hangsúlyozni, és tehát a Fidelitasba nem csak azoknak illik vagy szükséges belépni, akik politikusok akarnak lenni. Tehát ha valaki tartozni akar egy olyan közösséghez, akikkel hasonló elvet val, vagy hasonlóan gondolkozik, akkor várjuk őket szeretettel. Mi az az értékközösség, ami önt megfogta leginkább ebben a közösségben, ebben a csoportban? Nekem ez a jobboldali, hazafias gondolkodás. Tehát én egy kicsit úgy gondolnám, hogy inkább debreceni vagyok, tehát én nagyon szeretek például Debrecenben élni. Én nem tudnék elköltözni, tehát annyira szerettem a város minden zegzugát, minden egyes pontját. Minden egyes, mondhatjuk úgy is, kimenni egy Loki meccsre, elmenni nyáron a Békástúra bármilyen rendezvényre, részt venni a Campus Fesztiválon, és meg sorolhatnám így a programokat, amik engem éltetnek, és én egy hét napra nem tudom már például a várost elhagyni. Tehát nem érzem jól magam. Középiskolában jött ez az érdeklődés, vagy valami hiány idézte ezt elő, hogy nem volt olyan közösség, vagy nem talált olyan értékközösséget, amiben kiteljesedhetett. Mikor jött ez a gondolat? Visszavezethető ez egyáltalán dátumhoz, időszakra? Ez a középiskolás tanulmányomat követően, tehát még azt sem mondanám, mert tehát én jelen pillanatban is tartoztam egy közösséghez, és megvannak azok a régi barátaim, és tartom is velük a kapcsolatot ugyanúgy, de ez egy pluszt ad az életemhez, és az, hogy tenni tudunk, akár a városban is dolgokért, és a Fidelitasnak, például a debreceni csoportnak, és a fő célja az, hogy tehát ne csak az legyen, hogy a programra elmegyünk, hanem ugyanúgy kimegyünk egy karitatív testületnek segíteni, segítünk rászorulókon, akár időseken, kimegyünk egy állatvilágnap alkalmából, tehát egy állatmenhelyre, és tehát nem csak ekkor, tehát fontos, karácsonykor rengeteget teszünk a közösségért, és ezek plusz olyan dolgok, amiről úgy gondolom, hogy tud tenni az ember vagy az országért, vagy a hazáért, vagy a városáért. És nekem ez volt, ami hiányzott az életemben ezelőttig. Egy kicsit mutassa be, legyen szíves, a debreceni csoportot. A debreceni csoportunk, hál' Istennek, egy elég aktív csoportként működik az országban, hanem az egyik legaktívabb csoportként. És pont ez jellemzi ezt, hogy a 19 éves kortól a 34-35 éves korig mindenki jelen van a csoportban. És számos, meg annyi területről vagyunk ott, és pont ezért jó közösség, jó barátságok kötődnek, mondhatni egy élethosszig is. Tehát most, ha én visszanézem azokra az alumni tagjainkra, akik közel már most 28 éve csatlakoztak a Fidelitashoz, mert ugye már 96-ban alakult a szervezet, már majd, hogy nem, már lassan nyugdíjasok is lehetnek. Tehát akik annó 10 vagy
34 évesként például csatlakoztak 96-ban a csoportunkhoz, vagy az országos fődeltaszhoz, azok már lassan már idősebb generációk. Ugye önök képviselő azokat a tagokat hívják alumninak, akik már betöltötték a 35. Így van. Évüket. Tehát aktív fődeltaszos az 16 és 35 év között van. Akik a 35 éves korukat betöltötték, ők már alumnitaként vannak jelen a szervezetben. Ők is el szoktak jönni rendezvényekre, van nekik is, tehát például éves szinten alumni találkozó, ami pont ezen a hét pénteken lesz megszervezve a Pesten, tehát ebben jól beletréfált. Aktuálisak vagyunk, igen, időszerűek. Életkor szerint, érdeklődési kör szerint, hogy néz ki a debreceni csoport? Fiúk, lányok, vegyesen, van-e valamilyen eltolódás egyik-másik irányba? Nagyon vegyesen vagyunk Debrecenben, hál' Istennek. Országosan nem feltétlen mondanám azt, mert a fiúk többségben vannak, de Debrecenben azt tudom mondani, hogy 50-70%-ban vagyunk jelen. Életkorban pedig tehát az is, hál' Istennek, a 16-tól a 35-ig. Tehát nem tudok olyat mondani, hogy vagy nagyon fiatalok, vagy túl idősek, tehát hál' Istennek itt nálunk nagyon tág tekintetben a korhatár. Majd mondjuk a taglétszám. Mennyire könnyű vagy nehéz megszólítani ezt a korosztályt? Hát főleg, ahogy mondja, a 16 pluszosakat. Én ezt inkább most jelen pillanatban nehéznek mondanám, főleg a mi oldalunkról. Mivel az, érdeklődnek a közügyek iránt ez a korosztály? Van érdeklődés, nem mondanám azt, hogy nincs, mert van érdeklődés is, de tehát tudni kell azt, hogy általában egy fiatal az mindennek próbál ellent mondani. Tehát egy kormánypárton lévő anyaszervezet, vagyunk ugyebár az ifjúsági szervezete, tehát most mondanám azt, hogy egy ellenzékben könnyebb például ifjúsági szervezetet építeni, alakítani, szervezni, de én akkor sem panaszkodom, mert tehát az országban jelen pillanatban ott tartunk, hogy 3000 fő tagunk van, aktív tagunk, ez 10 000 fő felé mondható az alumnival egybevéve. És azért Európa egyik legnagyobb ifjúsági szervezetéről beszélünk, tehát azt gondolom, hogy ez mindent elmond mindenről. A kongresszusban eddig is képviselve volt Debrecen, most is alelnöki szinten képviselve van. Ez mennyire elismerése az itt folyó munkának? Hát azt gondolom teljes mértékben. Tehát azért Debrecen elég úgymond impozáns szerepet vesz a Fidesz és az ország tekintetében is. Tehát mondhatni ránk mindig példaként tekintenek. Hál' Istennek, ez nem nekünk köszönhető, ez az elődeinknek köszönhető. Tehát itt, ha most is sikerült megszervezni ezt a kongresszust is Debrecenben, hál' Istennek, tehát én nagyon örömmel fogadtam azt, mikor sikerült elérnünk azt, hogy Debrecenben szervezzük meg, és nagyon jó véleményeket is kaptunk ezzel kapcsolatosan. Gondolom az is egy jelzésértékű volt, hogy miért pont Debrecent választották helyszínül. Igen, meg számunkra ez egy presztízs kérdés. Presztízs kérdés is volt. Ha már kongresszus, ez a kongresszus egy politikai zárónyilatkozat elfogadásával ért véget. Mit jelent ez pontosan? Mennyiben jelöli ez ki az önök, illetve a Fidesz mozgásterét, stratégiáját a következő időszakra? Én azt gondolom, az hasonló, tehát a miénk a Fidesz-szel összevetve, ez az elkövetkezendő 2 évre megvan az irányvonal. Amiről pont most történt egy egyeztetésünk miniszterelnök úrnál, és mivel múlt héten voltunk, kaptunk meghívást hozzá, és ott tájékoztatott. Az sem egy mindennapi. Én visszanézegettem, én nem nagyon emlékszem ilyenre. Lehet, hogy korábban volt, de én mostanában nem emlékszem ilyenre. Hogy... Közeljövőben nem volt ilyen, tehát mi is csodálkozva vettük a hívást és az időpontot, hogy miniszterelnök úr vár minket egy munka megbeszélésre, ahol azért másfél óra keretén belül sikerült elég számos olyan pontot körüljárnunk, és azokat a dolgokat átbeszélnünk, amit az elkövetkezendő 2 évben végre kell hajtanunk. Lehet arról tudni valamit, elárulhat arról valamit, hogy miről szólt a diskurzus, mire kérte önöket miniszterelnök úr, illetve nem tudom, hogy tettek-e önök javaslatot miniszterelnök úrnak, mint egy teljesen más generáció tagjai. Igen, tehát ez egy elég jó beszélgetés volt, úgy gondolom, őtől is kapunk. Másfél órát államfők se nagyon kapnak. Ritka pillanatokban volt részünk, tény és való. Tehát az elkövetkezendő 2 évet beszéltük át, az, hogy számunkra mennyire fontos ennek a közösségi építés. Ő elvárja tőlünk azt, hogy mi kineveljük azt a nemzedéket, azokat a fiatalokat, akik esetlegesen majd jövőn pozícióhoz juthatnak. Erre számosan próbálkozásunk van, hogy vezetőképzőt tartunk országos szinten, tehát akik megpályázzák ezen programokat úgymondva, országos szinten, ilyen évi 5-10 alkalommal el tudnak jönni a fiatalok, számos oktatás keretében, akár tudjuk őket képezni arra, hogy jövőben akár egy tisztséget is betölthessenek, és ha már oda kerül a sor, hogy ő már valamilyen megbízást kap, akkor már esetlegesen egy kész politikus váljon belőle.
Fidelitas alelnöki tisztséget hogyan tudja összehangolni majd a mostani önkormányzati munkával? Gondolom, hogy erre azért még nincs gyakorlat, de talán jó példák azért már működnek erre. Gyakorlat nincs, bár eddig sem unatkoztam, de ezt meg kell oldani. Tehát a helyi feladatokon túl most már arra is időt fogunk szánni. Ugye vár most lesz nálunk is helyi tisztújítás, mert azt tudnélik, hogy az országos tisztújítás követően záros határidőn belül meg kell újítani a régiós, a vármegyei, tovább a helyi városi csoport elnökséget is, és itt figyelembe fogom azt venni, hogy olyan csoportot fogunk, olyan helyi elnökséget fogunk felállítani, akik nagyban fogják tudni majd az én munkámat segíteni. Ebből kifújjal a gondolom azt, hogy nem fogok semmiben hátrányt szenvedni, sem a helyi, sem az országos pozíció sem. Ez még az idén, decemberben esedékes? Decemberben fogjuk megtartani, pontosan december 20-án. Alelnök úr, egy kérdést engedjen meg még a végére. Példaképe, van-e közéleti, politikai példaképe? Azért a Fidelitasból jó néhány nagy név indult annak idején, és hát ugye elég csak külügyminiszter úrra gondolni, vagy helyben alpolgármester asszonyra gondolni. Tehát azért egyfajta kifutás látszik ebből az alelnöki székből, és hát nem is beszélve az önkormányzati képviselőségről. Vannak példaképeim. Egyet így nem szeretnék kiemelni, de én csak helyi szinten vagyok. Úgymond betekintetben jövőt néző. Országos szinten is érdekel, meg bele vagyok ugyanúgy a politikába, de én a helyieket látom, helyiekből tudok erőt meríteni, és tőlük tudok tanulni többnyire. A politika közélet mellett jut-e ideje másra is? Vagy most abszolút ez van a fókuszban? Hát a fókuszban leginkább ez van, de igyekszok majd a közeljövőben, akár a magánéletemre is időt szakítani. Barta Dániel, hát én kívánom, hogy találja meg az országos, a helyi politika és a magánélet egyensúlyát is. Még egyszer gratulálok és sikeres munkát kívánok mindkét pozícióban. Köszönöm szépen a beszélgetést is.